Kedves nézőink, az erdélyi kirándulás után ismét vissza a könyvek, és mindenképpen a tudomány világába. Örömhírrel folytatjuk műsorunkat, hiszen Balázs László óraadó kollégánk az Alkalmazott Kommunikáció Tudományi Kutatócsoporttól elnyerte a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt alkotói ösztöndíjat. Köszöntöm a stúdióba, tanár úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és legelső mondatban is hát gratulálunk ehhez az ösztöndíjhoz. Tulajdonképpen mi az előzmény ennek, hogy elnyerte? Hogyan jutott el idáig? Köszönöm szépen a meghívást és a gratulációt. Az alkotói ösztöndíjra beadott pályázatom előzménye egy hosszabb távú munka, név szerint a doktori disszertációm. A doktori disszertáció kapcsán kerültem kapcsolatba az érzelmi intelligenciával, ennek kutatásával, illetve ennek a szervezeti kultúrára, a szervezetekre gyakorolt hatásával. És ahogy egyre jobban elmélyültem a szakirodalomba, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokban, merült fel bennem a gondolat, hogy mivel Magyarországon magyar nyelven még nem készült el egy olyan ismeretteljesztő, illetve tudományos igényességgel elkészített munka, amely nem csak a mainstream elméleteket és modelleket mutatja be, hanem egy átfogó képet nyújt az érzelmi intelligencia elméletéről és gyakorlatáról, hogy akkor én majd ezt elkészítem is. Prezentálom a közönség felé. Milyen kapcsolatban van ez a téma a mindennapi gyakorlattal? Hogyan jelenik meg az életünkben ez, hogy érzelmi intelligencia elmélet? Az érzelmi intelligencia elmélete többrétű konstruktum. Egyrésztről, hogy szigorúan a gyakorlatnál maradjak, én a megközelítést oly módon teszem, hogy a mindennapi életben általánosságban tárgyalom a kérdéskört, illetve lévén jó magam is oktató, az oktatásban azon belül közoktatás, felsőoktatás, illetve tréningek, illetve szervezetfejlesztés kapcsán foglalkozom a témával. Az érzelmi intelligencia megjelenése pedig egyértelműen a mindennapi helyzetekben, szélsőséges példával élve mondjuk a konfliktusok kezelésében nagy szerepet játszik, illetve meg lehet találni ezt a szervezetfejlesztés kapcsán mondjuk a szervezeti kultúrával összhangban. Mondjuk egy szervezetfejlesztő folyamat kapcsán, hogyan tudunk eljutni odáig, hogy a szervezeti kultúrát átalakítjuk a szervezeti kultúrában, kisebb-nagyobb változásokat eszközöljünk ki. Az érzelmi intelligencia és a szervezeti kultúra közötti kapcsolat feltárása vezethet el odáig, hogy a kicsitől szépen a nagy felé egy globális változást tudunk eszközölni az adott szervezetnél. És hát ha jól értem, akkor sok nehéz helyzetnek a megoldása is rejlik ennek ismeretében. Így van, így van. Az érzelmi intelligencia. Nos, hát ön tudományos igénnyel megírt könyvről beszél. Milyen előzménye van, most ránézek fiatal korát tekintve, a könyv megírás gyakorlatnak az ön életében? Tehát nem ez az első könyve. De ez az könyvnek első könyve. Ez az első. Igen. Viszont tanulmányok már szép számmal születtek az elmúlt 6 évben, amelyeket én publikáltam. A tanulmányok jellemzően kommunikáció elméleti megközelítésűek, de folyamatosan a szervezeti jelenlétre koncentrálnak, és az elmúlt 1,5-2 évben jelentek meg érzelmi intelligenciával, konfliktuskezeléssel, illetve szervezetfejlesztéssel kapcsolatos írásaim, mind regionális, mind pedig országos kiadványokban. Honnan ez az elkötelezettség a kommunikáció elmélettel? Hogy ennyire belemélyedt, hol kezdődött ez, hol vannak a gyökerei? Hát eredendően Jenegerből indultam, itt végeztem a főiskolát, kommunikációtörténelem szakon, és ezt követően kerültem be az akkor még kommunikáció és médiatudományi tanszékre gyakornokként. A tanulmányaim során egyrészt tanáraimtól kapott iránymutatásnak köszönhetően, másrészt pedig egyfajta gyakorlati megközelítésnek a hatására kezdtem el egyre jobban foglalkozni a kommunikáció elmélettel. De én a mai napig azt vallom, hogy egy elméleti ismeret anyagnak a mindennapokban akkor van haszna és értelme, ha az azt elsajátító egyén képes azt a gyakorlatban alkalmazni. Tehát megtalálja azt a kapcsolatot, amely az elméletet hasznosá teszi a mindennapokban. És ez a kiinduló gondolat a remélhetőleg hamarosan elkészülő kötetnek is. Hol tart most a kötettel? Gondolom nem ettől a pályázattól született meg az ötlet, hogy könyvet ír. Nem, már egy jó fél évvel ezelőtt elkezdtem a munkálatokat. Jelenleg ott tartok, hogy egy elméleti áttekintés jelentős része elkészült, de hogy pontosabban tudjam meghatározni a hol tartok kérdésre a választ, egy kicsi betekintést adnék a leendő kötet szerkezetébe, hogyha ez lehetséges. Hát a kötet
felépítése úgy fog kinézni, hogy lesz egy elméleti áttekintés. Ahogy már előbb említettem, ez nem csak a mainstream, hanem egyéb más érzelmi intelligencia modelleket is feldolgoz és szintetizáltan mutat be az olvasó közönség számára. Majd pedig térek rá a gyakorlati megközelítésre. Mi haszna van az érzelmi intelligenciának a mindennapokban, ahogy ez a kérdésben is elhangzott előbb. Itt az oktatásban, a szervezetfejlesztésben, oktatáson belül ugye tréner, coach folyamatok kapcsán van komolyabb szerepe, illetve nyilván, hogy előbb a konfliktussal példáloztam, ott is megjelenik, de ne csak a konfliktust, mondjuk vegyük az interpersonális készséget, az interpersonális készségeket, a stresszkezelést, az alkalmazkodó képességet, tehát mindenhol megjelenik az érzelem, illetve annak a kezelhetősége. Ezt követően, mikor a gyakorlati prezentáció befejeződik, pedig célom egy olyan feladattárnak a bemutatása, illetve ismertetése, amely egyrészt lehetőséget kínál az egyének számára az érzelmi intelligencia fejlesztésére, másrészt pedig egy ötlettárként is funkcionál, amely a későbbiekben pedagógusok, tanárok segítségére lehet abban, hogy saját, illetve más feladatok átdolgozásából modulokat, képzési rendszereket dolgozhassanak ki. Említette a doktori iskolát. Igen. Maga a disszertációs munka erre épül, vagy pedig ez egy mellékhozadéka terméke? Egy mellékhozadéka. A disszertáció az a szervezeti kultúra vizsgálatára épül, arra, hogy milyen személyes jellemvonások befolyásolják a szervezeti kultúra alakulását, és itt jelenik meg az érzelmi intelligencia, mint személyes jellemző. Említsük meg a doktori iskolát, akkor végül is ez. A Pécsi Tudományegyetemnek a pszichológia doktori iskola, azon belül pedig az alkalmazott pszichológia doktori program. Hol tart a folyamatban? Tavaly abszolváltam, 2011 nyarán abszolváltam. Két hónappal ezelőtt indítottam el a doktori cím megszerzésének a folyamatát. Terveim szerint ősszel szigorlatozom és adom be a disszertációt, hogy reményeim szerint jövő ilyenkorra már a fokozatszerzésen túl leszek. Akkor beszélhetünk majd a disszertációs munkáról az ősz folyamán. Remélem. Remélem így lesz. Hogy elkészült és milyen értékelést is kapott. Tekint előre nyilván tovább is ennél. Most készül egy könyv egy ösztöndíjjal, készül a disszertációs munkája. Hogyan tovább? Hát a hosszú távú tervekben, mint minden hasonló pályán járó kollégának, nálam is szépen lépcsőzetesen megvan a struktúra, hogy mit szeretnék és hogyan szeretnék elérni. Hogyha sikeres lesz a védésem, és már milyen lenne az, optimistán kell előre tekinteni. Így van. Akkor ezt követően további személyiségi jellemzők feltárására szeretnék majd fókuszálni, tehát szeretném ezt a kört kimeríteni a szervezeti kultúra és a személyiségi jellemzők kapcsán, és nyilván a következő lépcsőfok majd annak idején a habilitáció lesz. Kutató munka vagy tanítás, vagy kutatva tanítani? Kutatva tanítani. Kutatva tanítani. Tehát megmarad a tanítás mellett. Igen. Is mindenképpen. Igen. Főleg itt a tréning vonal az, ami számomra meghatározó. Nem csak a köz- és felsőoktatásban, hanem szervezeteknél, cégeknél is. Illetve több alkalommal voltam meghívott előadója a Balassi Intézetnek. Negyedik alkalommal voltam ebben a fél évben, és a együttműködésünk most már olyan szorosra fűződött az elmúlt időszakban, hogy idén már önálló kurzussal jelentem meg. Az elmúlt két évben pedig egy kollégámmal ketten tartottunk tréningeket. Gratulálunk hozzá, és hát további sok sikert, legyen sikeres a pályázattal is, a könyvével, és hát mindenképpen a disszertációs munkával is, és nem a levegőbe ígérem, hogy akkor arról is beszélünk, amikor megszületett. Hogy legyen. Köszönöm szépen. Várjuk. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm. És hát akkor folytassuk együtt a műsort. Engedje meg, hogy meghívjam most egy filmre, hiszen egy újabb alkotó emberrel fogunk perceken belül beszélgetni. Tisza Balázs hallgatónkról van szó, aki fesztivál sikereket tudhat maga mögött, és hát nem kisebb személyiséggel dolgozott együtt, mint Koltai Lajos. Kitűnő, világhírű operatőrünkkel. Bemutatkozásul nézzük meg a Játszma című animációját. Egy sakjátszma jelenik meg, nem a megszokott módon a filmem, de hát miért beszéljünk mi a filmről, amikor láthatjuk is. Nézzük Tisza Balázs filmjét.